kiskutyámnak is érzik, már nosztag leszik itt. Azt gondolom, hogy adok a szervezetemnek ma a főtt krumpli, krumpli diéta, ez a mai téma, és hogy a krumpli diéta során a szervezetünket lugosítjuk, de én úgy gondolom, hogy még teszek egy-két lapáttal erre a témára, a frissen megjelent, a tavasz hírnökeként ismert medvehagymával, tehát egy ilyen medvehagymás főtt krumplit fogok enni. Mivel hogy főzés hatására a medvehagyma és az összes hagyma elveszíti a nem a tápértéket, hanem a fontos anyagokat, ezért én nyersen fogom ezt hozzátenni, ezért jó alaposan össze fogom darabolni. Nagyon jó baktériumölő, méregtelenítő, de hát a Google az barátunk, és az mindent elmond. Medvék a téli álmokat, mikor befejezik, akkor az első dolguk, hogy keresik a medvehagymát. Mi hát nem aludtunk télen, de már én is nagyon várom mindig, hogy legyen medvehagyma. Ez egy ilyen jó kis méregtelenítő kúrát érdemes csinálni. Picit megsózom. Csupsó. Tisztelni hagyom addig, amíg a furgonyát megtisztítom. Szórok egy picit a tányér aljára is, medvehagymából, mert nem fogom ezt hőkezelni, ezt nyersen fogyasztom a krumplival. Még a forró krumplit rárakom. Most a krumpli diétának az a lényege, hogy a diéta alatt édességet nem fogyasztunk, ez az alapszabály, egyik alapszabály, sót is keveset, és zsiradékot nem. Tehát mondjuk olívaolajat, vagy vajat, ilyen dolgokat, csak így saját magába. De egyébként ebből lehetsz, amennyit jónak látsz, vagy amennyit bírsz. A krumpli az tele van triptofánnal, akinek esetleg nem túl jó a tavaszi hangulata, annak is nagyon jó, mert segíti a depresszív hangulatoknak a megoldását. Most ez egy ilyen kettő darab krumpli, amit itt meg fogok enni. És a tetejére megint csak szórok medvehagymát. Így. Ezt csak egy tippnek ajánlom. A burgonya diétát már többször próbáltam és működik. Hamarosan itt van a bikini szezon, de nem csak a külsőségek miatt, hanem az egészségünk érdekében is, tehát lúgosít, és a medvehagy pedig méregtelenít. A kiskutyámnak is érzik, már nosztag leszik itt.